570 milliós fejlesztés Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják. 2022. február 4-én 18 óra 5 perckor. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal karcagi járási hivatalát 570 millió forintos költségvetési forrásból újítatta fel a hivatalnak otthont adó Karcagvárosi Önkormányzat. A 21. századi közigazgatás elé támasztott nagyon fontos követelmény a hatékony működés, az ügyfelek, partnerek elégedettségét növelő gyors, a felesleges bürokráciát, adminisztratív terheket nélkülöző ügyintézés. Nagyon fontosnak tartjuk kormányhivatali szinten az ügyfélbarát és szolgáltató jelleg megvalósítását, és ha mindezt a kollégák korszerű, modern környezetben tudják megtenni, az mind a kollégáink komfortérzetét növeli, mind az ide beérkező ügyfelekét. Azt gondolom, hogy közös célunk az, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsuk a legmodernebb környezetben, és ezzel valósítsuk meg az ügyfélbarát, hatékony szolgáltató közigazgatást. Országos szinten jelenleg 310 kormányablak van, és 21 okmányiroda, de a kormányablak program keretében folyamatosan törekszünk arra, hogy a jelenlegi okmányirodákat átalakítsuk kormányablakká, ahol 2500 ügykört intézhetnek az oda betérő ügyfelek, és bővítjük egyébként a kormányablak hálózattal párhuzamosan az online intézhető ügyeknek a körét is. Természetesen ezek közül az ügyek közül azért vannak olyan ügyek, amik a leggyakrabban fordulnak elő, természetesen az okmányügyi intézés, a diákigazolvánnyal összefüggő NEC regisztrációs ügyintézés, lakcímkártya ügyintézés, ezek még mindig a top kategóriába tartozó ügyek, de 2500 olyan ügykör van, amiben ha felkeresik a kormányablakot, akkor az ügyintézés megkezdése és annak a megfelelő helyre való továbbítása az megtörténik. 2010-ben a közigazgatás hatékonyságának javítását közigazgatási szervek által nyújtott szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul. A területi közigazgatási rendszer átfogó átalakításának legfontosabb eleme a széttagolt szervezetrendszer egységesítésével. Folyamatosan tervezzük a jövőt, így volt ez karcagi járási hivatal esetében is, hiszen ez a folyamat majdnem másfél-két évvel ezelőtt indult el. Tehát látszódik, hogy előre kell terveznünk. Új gondolat mindig van, hiszen javítandó, fejlesztendő terület is mindig van. Van még 3-4 olyan járási hivatalunk, amelyre ugyanígy ráfér a felújítás, mint a karcagi járási hivatalra. Én bízom benne, hogy tudjuk ezt a folyamatot folytatni, bízom benne, hogy bírjuk majd kormányunk támogatását, és bízunk abban, hogy ugyanilyen szintű épületeket tudunk átadni annak érdekében, hogy az ügyfeleink minél elégedettebbek és minél jobban érezzék magukat egy ügyintézés kapcsán. Több százezer az az ügy típus, amit intézünk egy éves szinten, és én azt gondolom, hogy az a folyamat, amit 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt meghirdetett a kormány, hogy a területi közigazgatásnak segíteni kell a fejlődést, segíteni kell az állampolgárokat, segíteni kell őket abban, hogy az ügyeik elintézését minél gyorsabban meg tudják tenni. Ezen az úton nagyon jól járunk, ezen az úton elérhettük ezt el, hogy évről évre emelkedik az ügyszámunk, évről évre többen keresnek meg minket, és én bízom benne, hogy ez a szép környezet is majd az, ahhoz segít mindenkit, hogy elégedetten és gyorsan tudjanak ügyintézés után távozni az ügyfelek. A fővárosi és a megyei kormányhivatalok, járási hivatalok létrehozása és az egyablakos ügyintézési tér kialakítása volt napjainkra. Egy hatékony szervezetrendszer jött létre. A karcagi járási hivatala megalakulása óta a munkájának fókuszában mindig az embert, az ügyfelet, a partnereit helyezte. 2019-ben merült föl az a gondolat, hogy a rendőrség helyére méltó elhelyezést biztosítson az önkormányzat, illetve a járási hivatal, a kormányablak, a járási hivatal egy részének az elhelyezésében, hiszen a városháza földszinti másik oldalán is a kormányhivatal kormányablakai találhatók. De az emeleti részt az a döntés született, hogy kerüljön ebbe a részre, egy felújított, lehetőleg felújított épület részbe elhelyezésre. Ehhez nyújtott be az önkormányzat támogatási igényt a belügyminisztériumhoz. Ez a támogatási igény, vagy nevezzük pályázatnak, került a belügyminisztérium a kormány részéről támogatásra.
és közel 560 millió forintból tudott megújulni ez a rész, ahol most jelenleg is állunk, illetve ahol elhelyezésre kerül a járási hivatal azon részei, akik eddig a Városháza második emeletén foglaltak helyet. Ebben a megújult környezetben, ebben az iroda labirintusban, hiszen mondhatom azt, hogy ugye egymásban nyíló ajtók, tehát azok a szakfeladatok, amelyek megkövetelik azt, hogy egymás mellett tudjanak dolgozni, folyamatos kapcsolatot tartva, akár az ügyfelek kiiktatásával is meg tudjon valósulni. Tehát igen, valóban 30 dolgozó került én tudomásom szerint is itt elhelyezésre a különböző, hiszen itt azért több szakfeladat kerül ellátásra. Ahogy mondtam is, ugye itt a múlt áll a jelen és a jövő szolgálatába, hiszen a Városháza azért épült, hogy a közigazgatási feladatokat tudjon ellátni. Ebben a struktúrában ugye különválik a járási, a kormányhivatali ügyintézés, illetve az önkormányzati ügyintézés, de mégis közel egymáshoz. Tehát vannak olyan ügyek, amelyeket esetleg az önkormányzatnál kell kezdeni, és a kormányablakban, kormányhivatalban folytatni, vagy ne adj Isten fordítva, de hát nyilván abban is tud a két szervezet egymásnak segítséget nyújtani, hogyha útba kell igazítani valakit, és eltévesztette az ügyintézés helyét, akkor nem kell messze utazni, nem kell buszra szállni, vonatra szállni, ne adj Isten átsétálni a város másik végébe, hanem egyszerűen ugyanabban az épületben, egy másik bejáraton bejön, és el tudja intézni az ügyét. A hivatal értékrendjében központi gondolat az emberek minőségi szolgálata, a közigazgatás folyamatos fejlesztésének igénye, karcagi járási közigazgatási életének kiemelt állomása a mai nap, és egy korszerű megújult székhelye gyarapodik a járási hivatallal. Fogalmazott F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő miniszteri biztos. A karcagi kormányhivatalt, járási kormányhivatalt, vagy járási hivatalt megnézzük, akár a ügyfélkapu fogadó részét, vagy ezt az újonnan felújított hivatali részt, akkor azt kell mondani, hogy szép is. És higgyék el nekem, én elég sok hivatalt láttam. Láttam modernet, láttam 30 évvel ezelőtt modernet, amit úgy próbáltak felújítani, mindenfélét. De ez a karcagi hivatal, azt kell mondanom, hogy szép is. És azt kell mondanom, hogy gyors is, jogszabálykövető és jó is, hiszen én egy hete voltam utoljára ügyfélként a karcagi kormányhivatal ügyfélkapujánál személyigazolványt, jogosítványt, lakcímkártyát és útlevelet készíteni, és a fényképekkel együtt egy negyed óránál nem tartott tovább, és már a tárcámban vannak az új okiratok. Tehát nem csak szép, gyors is, és hatékonyan működő is. És hogyha ezek összeállnak, akkor azt gondolom, és nézek itt a kormányhivatalokban dolgozó kollégákra, hogy akkor bizonyára jó is itt dolgozni. Megoszlottak a vélemények, úgyhogy nem egyöntetű volt, de mindenképpen jó is egy olyan helyen dolgozni, ami esztétikailag is szép. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és ez a beruházás is egy kitűnő jó beruházás. Én hasonlítanám, amikor egy dominót meglökünk ennek a beruházásnak az indításához. Hiszen egy dominót meglökünk, akkor általában azon szoktunk gondolkozni, hogy akkor omlik össze minden, akkor egyik dominó borítja a másikat, és abból valami rossz fog létrejönni. De itt a dominó megborításából, amikor a karcagi rendőrkapitányság talán 50 év itt tartózkodás után elkerült az új rendőrkapitányság épületébe, akkor megborult egy dominó. A dominó megborult, létrejött az új rendőrkapitányság, ami a megye egyik legszebb rendőrkapitánysága, és megörült ez az épületrész. A dominó következő lépéseként megújult ez a hivatali rész, és most már új funkcióban, teljesen megújulva, ledobva azokat az hosszú évtizedes rendőrségi létnek, a vidéki rendőrségi létnek a kicsit kopottságát, kicsit avultságát, az aktaillatot, az ügyfelek hosszú sorát, akik a folyosón ültek, egy másik épület, az épületnek egy új élete jött létre,
ami szép és jó. És ahogy a dominó borul tovább, akkor a kormányhivatal egy része ide költözik, és megürül a polgármesteri hivatalban egy épületrész, ahova pedig egy megújulás után az önkormányzat hivatala fog beköltözni. És bízom benne, hogy ez a folyamat azért tovább fog folytatódni, hiszen a hivatal beköltözik, jobb lesz a munkavégzés, hatékonyabb lesz, és ahogy polgármester úr mondta, a fejlesztések ország útján nagyobb sebességgel fog ez a város haladni tovább. Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos szerint az elmúlt 150 év legjelentősebb közigazgatási infrastruktúra fejlesztési programja zajlik Karcagon. Az elmúlt 150 év legjelentősebb közigazgatási infrastruktúra fejlesztési programja zajlik Karcagon. Ennek keretében újult meg a Városháza földszinti traktusa, ahol a karcagi járási hivatal központja került elhelyezésre. Korszerű körülmények között a 21. századi technikát igénybe véve lehet itt a karcagi és járásbeli lakosok ügyes-bajos dolgait intézni, és az itt dolgozó 30 fős járási hivatali kormánytisztviselői kar is méltó körülmények között tudja ellátni a feladatát. Az 570 millió forintos beruházás illeszkedik abba a sorba, hogy korábban a régebbi Tigász központból lett átalakítva egy járáshivatali épület, épült új rendőrség, és hamarosan a Városháza belső felújítása is befejeződik, illetve kezdődik egy bírósági ügyészségi épület felújítás és bővítés. A beszédek után Szepesi Tibor polgármester jelképesen átnyújtotta a karcagi járási hivatal felújított épület részének kulcsát Hodos Julianna járási hivatal vezető részére. Januári testületi ülésünkön került megtárgyalásra és elfogadásra a város 2022. évi költségvetési rendelete. Az a rendelet, amely hosszú távra, hosszú évekre, évtizedekre meghatározza a város jövőjét, hiszen olyan fejlesztéseket, prioritásokat tartalmaz, amely szükséges ahhoz, hogy városunk tovább tudjon fejlődni. Ezt a költségvetési rendeletet természetesen, ahogy azt már megszoktuk az eltelt években is, az ellenzéki képviselők nem szavazták meg. Mi is utólag tudtuk meg azt a sajnálatos eseményt, amelyet az egyik ellenzéki önkormányzati képviselő a TV kamerái előtt követett el. Én azt gondolom, hogy mélységesen elítélem ezt a fajta cselekedetet. Szerintem nagyon nem kell kommentálni, önmagát minősíti az, aki ilyet tesz TV kamerái előtt, mint ahogy önmagát minősítik azok is, akik ezután még megpróbálják mentegetni is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!